firmát lesse Stamfenstein. Tengeri Attila zenés interaktív műsora megmozgatta a kicsiket a Petőfi-szigeten. Ez csak egy volt azok közül a programok közül, amelyekkel a gyerekeknek készültek. Igazi nyárias idő köszöntötte a fiatalokat a gyermeknapon, ennek megfelelően rengetegen voltak vasárnap a különböző városi programokon. Az ifjúsági szálló és kemping területén a kicsiket légvárakkal és pónilovaglással is szórakoztatták a szervezők. Ilcs és barátnője Kitty kézügyességüket is kipróbálták. Ma van a gyereknap, és ugrálóváraztam, most agyagozok éppen. Ugrálóvárazni szoktam, hát jól érzem magam, az a lényeg amúgy a gyereknapba. Ez tényleg így van. A gyerekek közül többen arcfestést is készítettek maguknak. Veronika és Amanda például igazi Pocahontasszal változtak. Voltam tombolán, akkor ki volt a arcom festve, és még csináltam egy ilyen papírból rózsát. Ez egy indián arcfestés volt, mert nekem ez nagyon megtetszett, és a barátomnak is, barátnőmnek is, és én is rózsát csináltam. Szeretnék ugrálóvározni ma, meg ha lehet, akkor karintázni. Az Eötvös József főiskola is több asztalnyi kézműves foglalkozással és sok meglepetéssel készült a gyerekeknek. Az egyik helyen nyalókavirágot készíthettek, egy másiknál pedig arcfestést és csillámhennát kérhettek a kicsik. A sláger arcok, tehát a sláger az ugye, akiket a tévében legtöbbször látnak a gyerekek, illetve hát az ők is hőseik, úgyhogy így Batmantől Pókemberen keresztül kisfiúknál inkább őket lehetett látni, kislányoknál Hello Kitty, és hát nagyon sokan választanak állatfigurát. A rendezvényre kilátogatott Bócsa Barnabás, a Baja Marketing Kft. Ügyvezetője és családja is, aki elmondta, ez a rendezvény kiemelt fontosságú, hiszen a gyerekek a szüleik szemefényei. Ez inkább egy családi nap, hiszen a szülőkkel együtt érkeznek a gyerekek, és hát itt a rendezvény sátor alatt az ifi szálló területén pedig folyamatosan reggel 9-10 órától különböző szórakoztató műsorok várták a kilátogatókat. Vatta, cukor és fagyi, vagyis a napkellékei adottak voltak. Emellett vidámpark és színpadi programok várták egész nap a kilátogatókat. A nap végén rengeteg elégedett gyereket és kissé fáradt szülőt lehetett látni a városban.